A Mohácson élő németséget az jellemezte, hogy a mesterségükben is megmutatkoztak a Dunához való kötődésük jegyei. A dunai hajómalmokon főként német származású mesterek dolgoztak, de a halászok közül is sokan voltak német telepesek. Ezt a tényt múzeumi és levéltári inaslevelek is alátámasztják. Mohács németségét a sokszínű egység jellemzi. A december végén átadott új nemzetiségi tanösvény koncepciója is ezen alapul. Az összesen 7 kétnyelvű táblával ellátott állomás kalauzolja végig az érdeklődőt a mohácsi német közösség történelmén, kultúráján és jelenén. Azért is örültünk ennek a lehetőségnek, mert úgy ítéljük meg, hogy itt városról van szó, ugye, és a mohács városi németeknek a tulajdonságai nagyban eltérnek, mint a környékbeli településeken. Mit is jelent ez? Nem csak azt, hogy Mohácson vagyunk, ugye, és itt a Duna mellett, amely tulajdonképpen az a folyó, amely a 18. században ide hozta a nagyszámban körülbelül 400 ezer betelepülőről beszélhetünk, akik német nyelvterületről ide érkeztek, hanem azért is, mert a mohácsiak mindennapjait, életét, iparűzését nagyban befolyásolja a Duna, tehát a halászat, a vízimalmok, a dunai hajómalmok nagy szerepet játszottak évszázadokon keresztül a németség életében is. Felhasználva a pandémia adta nyugalmat, írtuk meg a pályázatot, és dolgoztuk ki azokat az állomásokat, amelyek végigvezetnek tulajdonképpen a városon, innen a Dunaparttól, egészen az egykori Deutsche Gasse, az egykori Német utcáig, a mai Kossuth-Lajos utcáig, ahová a németek a 18. században települtek, ott van az utolsó állomásunk. Az első hullámban Klimó György püspök telepítette be a németeket Mohácsra 1769-ben. 40 család érkezett a mai Kossuth-Lajos utcába, amit egykor Deutsche Gasse-nak hívtak. Nagyon pontos adataink vannak arról, hogy 1769-70-71-ben érkeztek nagyobb számban ide német telepesek. A mohácsi halotti anyakönyvi kivonatokban ezekben az években feltüntették, hogy kijött ex-Germania, ex-Gallia, ex-Frankenland, tehát azokból azokról a német nyelvterületekről, ahonnan a telepesek elindultak. Minden állomásunk középpontjába egy személyt állítottunk. Míg 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végén az oszmán-török megszállás utáni betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre. Németek sokkal korábban is települtek be Magyarországra, de ez volt talán a svébische türkei megtörtése. Ugye a török világ után vagyunk épp, hogy felszabadult az ország a törökök után. Alig élnek itt emberek, és nyilvánvalóan az uralkodó és a földesurak is érdekeltek voltak abba, hogy betelepítsék ezt az országrészt, és termelés alá fogják. Akkor a németek pénzzel, tudással, eszközökkel jöttek ide be, és teremtették meg azt a világot, amit itt Pécsen, Baranyában szeretünk, ahol mi is élünk. Ennek a tudatosítása én azt gondolom fontos. Az mai szavakkal egyébként egy óriási tőkeinvestíció volt. Ma egy ilyen lépést körülbelül ilyen közgazdasági kategóriákkal írnánk le. És ez nincs benne a magyar köztudatban. Tehát az országnak az újjáépítése, a török világ utáni újjáépítése ezzel a betelepítés történik, és utána nyilvánvalóan az itt élő németek hát nagyon sok értéket adtak ennek a hazának, is tekintik hazájuknak ezt a hazát. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ez egy önjáró tanösvény, tehát készült egy kísérőfüzet is, amely magyar és német nyelven is tartalmaz az információkat, illetve minden táblán egy QR kód található, amely hát januártól beolvasva el is mondja a szövegeket, tehát még csak el sem kell olvasni, meghallgathatjuk az információkat a mohácsi németekről. A tematikus sétaút során megtudhatjuk például, hogy az első telepesek között érkezett ide Wilhelm Lenger, hogy a hajómalmok közül 120 éve 27 működött a Duna városi szakaszán, hogy kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával, és hogy az utolsó hajómolnár Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. De megtudhatjuk azt is, hogy a Kossuth-Lajos utca mögötti részt Kis-Berlinnek nevezik még ma is sokan, miután az 1960-as években a környező településekről nagy létszámban érkeztek ide német nemzetiségű családok, akik számára 20 utcában 400 telket biztosítottak.